5000 ember megvendégelése. János evangélium 6. fejezetének első versétől a 14. versig. Jézus ezután elment a galileai tó másik oldalára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodákat, ahogyan a betegeket meggyógyította. Jézus felment a hegy oldalra, és a tanítványaival együtt letelepedett. Ekkor már közel volt a Páska, a zsidók nagy ünnepe. Amikor Jézus körülnézett és látta, hogy mekkora tömeg közeledik feléjük, megkérdezte Fülöptől: honnan vegyünk annyi kenyeret, hogy mindannyian ehessenek? Csak próbára akarta tenni, mert ő maga jól tudta, mire készül. Fülöp ezt felelte: ha 200 ezüst pénzért vennénk kenyeret, akkor is csak egy falat jutna mindegyiküknek. Egy másik tanítvány, András, Simon Péter testvére ezt mondta Jézusnak: van itt egy kisfiú, aki hozott magával 5 árva kenyeret és 2 halat. De mi az egy ekkora tömegnek? Jézus ekkor azt mondta a tanítványoknak: ültessétek le őket! Nagy fű nőtt azon a helyen, s az emberek leültek a fűbe. A tömegben csak a férfiak lehettek, vagy 5000-en. Ezután Jézus kezébe vette a kenyereket, hálát adott Istennek, és szétosztotta azok között, akik ott ültek. Adott nekik a halakból is, amennyit csak kértek. Amikor már mindenki jól lakott, azt mondta a tanítványoknak: gyűjtsétek össze, ami megmaradt, hogy semmi se vesszen kárba. Összeisszedtek mindent, és 12 kosarat töltöttek meg a darabokkal, amelyek az 5 árpa kenyérből maradtak. Az emberek látták ezt a csodát, amelyet Jézus tett, és ezt mondták: biztosan ő az a próféta, akinek el kellett jönnie.